Jó estét kívánok! Önök a magyar világot látják a tartalomból. A magyar nemzet karácsonyfája körül gyűltek össze a délvidéki magyar közéleti szereplők. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 9-szer szervezték meg a magyarok karácsonyát. 1989-es romániai forradalom a főügyészségtől kérik a forradalommal kapcsolatos vizsgálat kiterjesztését. 27 év után sem lehet ugyanis megtudni, kik a felelősek a sebesültekért, az elhunytakért. Makovecz Imre műveiből nyílt kiállítás a Kelet-Szlovákiai Múzeumban, Kassán, a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. Az eseményt Jankovics Marcella, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke nyitotta meg. Híreink bővebben. A magyar nemzet karácsonyfája körül gyűltek össze a délvidéki magyar közéleti szereplők. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 9-szer szervezték meg a magyarok karácsonyát, melynek idei témája a délvidék volt. Ópusztaszerre több mint 50 településről érkeztek önkormányzati vezetők. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban felállították a magyar nemzet közös karácsonyfáját. A délvidéki önkormányzati vezetők ez alatt gyűjtötték össze ünnepi jó kívánságaikat. A Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület horgosi betlelmes játéka tette igazán ünnepiessé a hangulatot Ópusztaszeren. Szakács Tamás gyermekkora óta tagja az Egyesületnek, nagyon fontosnak tartja a magyar hagyományok ápolását. Amit anyáinktól, apáinktól örököltünk, a hagyományok, a nyelv és a viselet, ez mind hozzátartozik a néptánchoz, a népművészethez, és hál' Istennek ennek úgy mondom, hogy őrzője is, és benne élője is vagyok. A magyarok karácsonyát 9 éve minden évben megszervezik. A rendezvény a nemzeti egység megteremtését szorgalmazza, idei díszvendégei pedig a délvidékiek voltak. A települések vezetőit meghívtuk, több mint 50 délvidéki település érkezett. Ide hozzátartozik azért nem csak Vajdaság, hanem Horvátország is, hiszen ott is ők is a déli végekhez tartoznak, és a helyi polgármesterek Farkas Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére fogadták és vendégül látják itt a délvidéki település vezetőket. Az idei Ópusztaszeri ünnepség lehetőséget adott az önkormányzati vezetőknek a találkozásra és a kapcsolatok építésére. A nemzet karácsonyi ünnepségén Farkas Sándor, magyarországi országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket. A magyarosságnak minden pillanatban együtt kell dolgozni, együtt kell lélegezni, együtt kell gondolkodni, és egyféleképpen kell dönteni a jövőnk érdekében. A vajdasági magyarság nevében Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet. A mostani napban a Vajdaság volt a középpontjában az ünnepnek, fölemelő volt, mert azt erősítette meg újra, amit folyamatosan tudtunk, hogy egy nemzetnek a részei vagyunk, és ez az egész mai napon, az egész mai rendezvényen kisütött a mondatokból, a gesztusokból, a mondatok melegségéből. A karácsonyi műsor végén megnyitották Recskó Béla zentai festőművész történelmünk néma tanúi című kiállítását is. Nyugat-Bácskában fejezte be vajdasági körútját Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár. 2 napon át vajdasági településeket keresett fel, és a Prosperitáti Alapítvány illetékeseivel népszerűsítették a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégiát. A fiatalok elvándorlása, a szakképzett munkaerő hiánya és a munkalehetőségek szűk tárháza számos problémával kell szembenéznie a nyugat-bácskai magyarságnak. A gombosiak megtanulták kihasználni a természet adta helyi lehetőségeket. Többen saját vállalkozást indítottak, illetve ilyen terveik vannak. Egyre ritkul a nép, és valahogy nem találják magukat itthon föl úgy, ahogy kellene, inkább elmennek külföldre, amit mikor már kimennek, akkor még sajnálják, hogy itt hagyják a falunkat. A Prosperitáti Alapítvány pályázati rendszerének köszönhetően a helyieknek lehetőségük van arra, hogy a már meglévő vállalkozásukat bővíthessék, esetleg újat indíthassanak. Cél a szülőföldön való boldogulás elősegítése. Gomboson a mezőgazdaság mellett a méhészetben vannak lehetőségek. A helyi méhészek felismerve a lehetőséget részt vettek az alapítvány pénteki lakossági fórumán. Többek közülük már korábban pályáztak, most pedig tájékozottak a lehetőségekről. Mézpergetőt vásároltam, méhlehajtót, úgyhogy ezzel könnyíteni tudom a mézelszedést, szóval gyorsítsuk az eljárást, minőségesebb végtermékhez jutunk. Azzal, hogy a magyar kormány újabb 9 milliárd forinttal emelte a gazdaságfejlesztési stratégia keretösszegét, világos célt határozott meg maga előtt. Szép lassan az évek alatt, a 2018-as évvel bezárólag kiépül egy olyan szerves magyar gazdasági rendszer itt a Vajdaságban, ami azt fogja eredményezni, és ez a fő cél, hogy egy érezhető, a mindennapok szintjén lecsapódó hatása legyen az itteni magyarok életére, életszínvonalára ez a program, ugyanis anyagi, gazdasági, egzisztenciális alapok nélkül nagyon nehéz elképzelni azt, hogy megmaradjon hosszú távon is a közösség, már pedig ezért mindent meg kell tennünk. Magyar Levente magyar államtitkár útja Gombosról egy másik Dunaparti településre vezetett. Bezdánban is nagy érdeklődéssel fogadták az előadást, és több kérdést is intéztek az illetékesekhez. Bezdán régi ipartelepülés volt, ma már a legtöbben földgazdálkodással foglalkoznak, Vicsek Nándor is. Én még nem pályáztam, de szeretnék pályázni, úgyhogy pillanatnyilag én úgy nézem, hogy ezek jó dolgok, sokan pályáztak a faluból, sokan sikeresen pályáztak. A visszajelzések jók. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője elmondta, már most körvonalazódnak a következő pályázati időszak tervei, amelyeket várhatóan tavasszal hirdetnek meg. Gondolkodunk a mezőgazdasági föld és ház vásárlási pályázat újra kiírásán picit átgondolva, akár egész évben nyitva legyen, gyorsabban tudjunk reagálni az eladói, azokra a helyzetekre, amikor eladóvá válik a föld vagy a ház. Ezt is látni fogjuk, és itt is gondolkodunk abban, hogy bevonjuk a hitel lehetőségét. Az ügyvezető hozzátette, a következő pályázati körben vélhetően olyan munkahelyeket teremtő vállalkozókat is támogatnak majd, amelyek 10 000 euró fölötti, azonban 500 000 eurót nem elérő fejlesztések megvalósítását tervezik. Kéri a főügyészségtől a romániai 1989-es forradalommal kapcsolatos vizsgálat kiterjesztését az 1989. december 21. Egyesület. A forradalom 27. évfordulóján sem lehet ugyanis még tudni, kik a felelősek a sebesültekért, az elhunytakért. Az Egyesület azt kéri, terjesszék ki a bűnvádi eljárást azokra a gyilkos tettekre és diverziós cselekedetekre, amelyekért a Román Kommunista Párt politikai végrehajtó bizottságának tagjait, a párt főtitkárokat és az 1989. decemberében tisztségben volt politikai és katonai vezetőket felelősségre lehet vonni. De az egykori titkosszolgálat, azaz a Szekuritáté, a rendőrség és az ügyészség temesvári, kolozsvári, nagyszebeni, brassói, bukaresti, marosvásárhelyi munkatársai ellen is vizsgálódni kell, mondják a forradalmárok. Akinek van valami köze a gyilkossághoz, a sebesültekhez, az feleljen. Mindegy, hogy az a Szekuritáté embere volt, milicista volt, katonasságtól. Vásárhelyen is tudjuk, hogy ezek az erők lőttek belénk, és senki nem felel. 27 év alatt nincsen senki felelősségre vonva. Holnap van a megemlékezés, és senkit nem tudjuk, hogy elítéltek azért, amit csináltak. A forradalmárok ugyanakkor kérik az 1989. decemberében végzett lehallgatások, a titkosszolgálatok és a belügyhöz tartozó intézmények által készített dokumentumok titkosításának a feloldását, emellett szerintük azokat is felelősség terheli, akik akadályozták a forradalommal kapcsolatos események kivizsgálását. A Kelet-Szlovákiai Múzeumban, Kassán, a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében Makovecz Imre műveiből nyílt kiállítás. Összekötni az eget és a földet címmel. A nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényt Jankovics Marcella, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke nyitotta meg, fővédnöke Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja volt. A Kelet-Szlovákiai Múzeumban, Kassán, a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében Makovecz Imre műveiből nyílt kiállítás, összekötni az eget és a földet címmel. A nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényt Jankovics Marcella, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke nyitotta meg, fővédnöke Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja volt. A tárlat a 2014-es év egyik legfontosabb kulturális eseménye, a pesti Vigadóban bemutatott Makovecz életművet reprezentáló tárlat anyagából válogat. Én döntöttem el, hogy mi érdekelheti legjobban itt Kassán az embereket. Mik azok az épületek vagy üzenetek, amely a legtöbbet mondanak nekik. A kiállítás bemutatja a faluház építő, közösségteremtő Makovecet, a sevillai világkiállítás nagy visszhangot kiváltó építészét, a templomépítő Makovecz Imrét, aki az egész Kárpát-medencében emelt templomokat, a magyarságában elkötelezett alkotót és az iskolateremtőt is. Kiállításainkat nagyon nehezen lehet rangsorolni, de abban egyedülálló, hogy tényleg először van Szlovákiában, Kassán és nálunk a Kelet-Szlovákiai Múzeumban, és az én számomra még az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy további lépése a Kelet-Szlovákiai Múzeum és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésének. Valami hihetetlen kisugárzása volt Imrének, ami nem csak ebben az akadémiában jelentkezik, hanem amit itt is el is mondtak róla, hogy olyan közösségszervező tehetsége volt, hogy maga mellé tudta állítani az emberek tömegét, és ez valahogy átsüt a képeken is, amiket itt látunk, meg a maketteken is. Ez valami különleges varázslat. Szóval, hogy mondjam, sem utódja, se boldog őse nincs. Ő egy különleges személy, de ugyanakkor vele azonosulni tudott nem csak magyar, hanem szlovák, horvát, szerb, román építész is. A kiállítás Makovecz egyik egykori kassai tanítványok közbenjárására valósulhatott meg. Majdnem egy évvel ezelőtt kezdtük ezt forszírozni a Magyar Művészeti Akadémiánál, hogy legyen Kassán is egy ilyen Makovecz, átfogó Makovecz kiállítás. Sikerült összeállítani egy háromnyelvű magyar, szlovák, angol katalógust, ami remélem, hogy közelebb hozza a Makovecz egyéniségét a szlovák publikumhoz is. A 20. és részben a 21. század legjelentősebb magyar organikus építésze előtt tisztelgő kiállítás Kassán március 26-áig látogatható. Felújítanák Erdély legnagyobb Árpád-kori monostor templomát, amely a Szatmár megyei Ákoson található. A több mint 800 éves református templom az évszázadok során túlélt már földrengést, tűzvészt. Most egy Európai Uniós pályázat segítségével teljes körű felújítást végeznének el rajta, ettől azt remélik, hogy tovább növelnék az értékes műemléktemplom látogatottságát. A pályázatot a Szatmár megyei tanács és a Királyhágó melléki református egyházkerület partnerségében nyújtotta be. Több mint 800 éve kondul meg minden nap az ákosi református templom harangja. A templom az egykori Magyar Királyság legrégebbi és legjobb állapotban fennmaradt románkori temploma. A templom nem csak Szatmár megye, de a tágabb régió egyik legértékesebb műemléktemploma, nem utolsó sorban azért, mert az egykori keleti országrész egyik legjobb állapotban megmaradt 12. század második felében épült monostor temploma. A templomkertben 2 évvel ezelőtt egy régi magtárból alakította ki egy információs központot, benne egy állandó kiállítással. Ez a beruházás a középkori templomok útja pályázatnak köszönhetően valósult meg. Ennek folytatásaként a Királyhágó melléki református egyházkerület most nagyszabású felújításokat tervez a templomon. Egyházkerületünknek a célja tehát kettős, egyfelől turisztikailag látványossá tenni ezeket az épületeket, ezeket az értékeket felmutatni másoknak is, nem csak reformátusoknak, másodszorban pedig ugye fontos ezeknek az épületeknek a megtartása, a karbantartása, a jövő generációknak való felmutatása. Az ákosi templom utoljára több mint 100 évvel ezelőtt esett át széleskörű tatarozáson. A mostani pályázatból rendbe tennék a belső vakolatot, korszerűsítenék a villanyhálózatot, de a tetőszerkezetet is kicserélnék. Ugyanakkor fűtést is beszerelnének, télen ugyanis a gyülekezeti házban tartják az istentiszteleteket. A pályázatba bekerült az is, hogy braille írással készül templombemutató a gyengénlátóknak, illetve vakvezető ösvényt is készítenek azért, hogy segítsék a fogyatékkal élőket, mert olyan is volt már, hogy ilyen templomlátogatónk volt az elmúlt évek során. Tehát minden, ami elképzelhető, és ami ezt a műemléket még vonzóbbá teszi, szebbé teszi. A község turista látványosságának számító templomot évente mintegy 5000-en látogatják. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, a munkálatok már tavasszal elkezdődhetnek. A felújítás becsült összértéke mintegy 1,5 millió euró. Kitüntették Pál Károlyt több évtizedes kulturális és politikai tevékenységért. Áder János Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozta a Feketics Művelődési Egyesület tiszteletbeli elnökének. Az elismerést a szervezet ünnepi évzáró műsorán vehette át Pál Károly Bács-Fekete-hegyen. Kívánom, hogy továbbra is jó egészségben tevékenykedj a vajdasági magyar közösségért és a feketicsi magyar közösségért. Ezekkel a szavakkal adta át Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete Pál Károlynak a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. A díjat Áder János Magyarország köztársasági elnöke ítélte oda a Bács-Fekete-hegyi Feketics Művelődési Egyesület tiszteletbeli elnökének. Pál Károly hangsúlyozta, nagyon sokat jelent számára ez a kitüntetés, de a díj az egész közösséget illeti, mindenkit, akivel 4 évtizedes pályafutása során együttműködött. Összefogás, az itt maradás, a jó akarás az, ami előre bír vinni bennünket, és úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy nem felhőtlen az életünk, úgy érzem, hogy jó úton vagyunk, hiszen annyi sok mindenen rosszan átmentünk az elmúlt időszakban, az elmúlt évszázadokban, ha úgy gondoljuk, de mindig talpon maradtunk, és mindig erősebbek lettünk. Azt kívánom, hogy a magyar közösségnek Vajdaságban és Bács-Fekete-hegyen is legyen biztos a jövője, tette hozzá Pál Károly. Amiért én kaptam ezt a kitüntetést, arról, hogy tennünk kell azért, hogy itt maradjunk. Az elismerést a Feketics Művelődési Egyesület ünnepi évzáró műsorán nyújtották át. Az esten meghitt karácsonyi énekek is felcsendültek. A kis tehetségek körtáncot is jártak. Az eseményen több közéleti szereplő is részt vett. Jelen volt Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, illetve Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Karácsonyra készülődnek a délbánáti magyarok is. Az egyik legnagyobb közösségi esemény ilyenkor a karácsonyi szokások és betlehemes játékok nevű találkozó, amelynek idén a Hertelendi Falvi Testvériség Egység általános iskola adott otthont. Délbánátban külön lelkesedéssel készülnek a betlehemes találkozókra. Ezen kívül a térségben még egy jelentősebb magyarokat érintő esemény van, a Délbánáti Magyar Művelődési Egyesületek szemléje. Az MNT mindkettőt a kiemelt jelentőségű rendezvények közé sorolta. A tanév megkezdése óta a gyerekek, de nem csak a gyerekek, hanem a fölnőttek is készülnek ezekre a rendezvényekre, és mind a kettőt most, az egyiket ősszel, másikat télen, úgyhogy szeptember 1-től intenzív próbákat tartanak, nem csak Székelykevén, hanem mindenhol. Az idei 20. betlehemes találkozó megszervezését a Dél-Pacsirtái Gyermekkórus és barátaik vállalták. Nem könnyű manapság a szorványban ápolni a hagyományokat, rendezvényeket szervezni, de mint Győrfi Sándor, a gyermekkórus vezetője mondja, a fonalat tartani kell. Korszerű világban eléggé nehéz olyan pillanatokat találni, órákban vagy percekben mérik azokat a nyugodt pillanatokat, amikor mélyen és őszintén készülhetünk a karácsonyra. Hát ez a néhány óra, amit itt a műsoron együtt töltünk és egymást megfigyeljük, talán hozzájárulnak ahhoz, és megsegítik ezt az előkészítő lelkületet, ugye, hogy karácsonyra vígan készüljünk. A találkozóra a szokásosnál kevesebb csoport jött el. Igaz, hogy most az egyesületek 9 csoport jelentkezett be a részvétellel, ezelőtt években volt, ahol többen is voltunk, mert egyházak, iskolák is készültek, most ez sajnos lemaradt, mivel hogy le lett mondva előzetesen, de így is Istennek hála elég sok gyerek van itt, akik részesei lehetnek ennek az ünnepvárásnak, és felnőttek úgy szintén. A fellépők között volt a Székelykevei Citera csoport, amely az év elején alakult meg. A mai fellépésünk a 8. az idén. Ma 3 karácsonyi énekkel készültünk. 17, jelenleg 17 tagunk van. abból 10 haladó és 7 új citerás. Az idén még 2 föllépésünk lesz. A versaci betlehemezőket nem csak Délbánátban ismerik. Csorba Laci bácsi írásai szerint gyakorolják, és minden évben felújítják a szokást. Csak hiányzik az utánpótlás. A betlehemest próbáljuk házakhoz is elvinni, és akkor így, hogy maradjon, éljen is tovább köztünk, a magyarság közt. Sajnos kevés már az a család, de azért akadnak emberek, akik nagyon szívesen, sőt meg is siratják az este a szép énekeket. A rendezvénynek harmadszor volt házigazdája Hertelendi Falva. A következő találkozót Torontálvásárhelyen tartják. 3 napos karácsonyi vásárt tartanak Magyar Kanizsán. A látogatók a helyi kézművesek munkái közül vásárolhatnak ajándéktárgyakat, de szórakoztató tartalmak is várják az érdeklődőket. A Mókustanoda kézműves foglalkozásaival kezdődött a Magyar Kanizsai karácsonyi vásár. Ezután a Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület kis néptáncosai, majd az Angélus Egyházi Kórus lépett fel, és feldíszítették a vásár karácsonyfáját is. Knyúr Tímea az egyik kórussal énekelt, de szétnézett a vásárban is. Minden évben nagyon szép kézműves termékek vannak, és ilyenkor szoktuk még bepótolni azokat az ajándékokat esetleg, amik még hiányoznak, és én nagyon szeretem, hogy van lehetőség arra, hogy vásárolhassunk a kanizsai kézművesektől. A karácsonyi vásár idejére idén először embernagyságú szobrokból készült betlehemet is felállítottak, amit az Oromhegyesi Nemzetközi Fafaragó tábor résztvevői készítettek. Szűz Máriával és Józseffal kezdődött az egész még 13-ban, majd 14-ben készültek a 3 királyok és a többi szobor, valamint a múlt évben még készítettünk hozzá a szobrokat. A vásár első napjára kilátogatott Fejszámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere is, aki úgy értékelte, az idei rendezvény minden eddiginél tartalmasabbra sikerült. Megpróbáltuk úgy összeállítani ezt a 3 napot, hogy egy kicsit közösségépítő is legyen, tehát a vásárosok, a kintlévő árusok mellé minden nap van valamilyen művelődési, szórakoztatási tartalom, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogyha van ideje, lehetősége, akkor látogasson el ide Magyar Kanizsára a központba, és nézze meg ezt a kis vásárt. A programok és a gazdag kirakodó vásár mellett almás lepénnyel, csőregefánkkal és töpörtyűs pogácsával kínálják a vásározókat a szervezők. A karácsonyi vásár december 16-a és 18-a között délután 16-tól 19 óráig várja a látogatókat. Ennyi fért mai adásunkba, áldott ünnepeket a viszontlátásra!